Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a mai ünnepségünkben. Nagyon röviden szeretném összefoglalni, ami számunkra nagyon-nagyon fontos. Az elmúlt 99 óta óriási fejlesztéseket hajtottunk végre, és köszönöm be a kormánytól az állami támogatásokat, amit ebben a kapcsolatban végrehajtottunk. És a másik, ami nagyon fontos, és épp most olvassuk a statisztikákat, hogy 99 óta közel 1000 szakmunkás tanulót vizsgáztattunk le, akik itt vannak a megyében, lehet, hogy az Audinál, lehet, hogy a Suzuki-nál, lehet az Opel-nál, de ezek a diákok elvégezték a szakmunkás képző iskolát. És nagyon-nagyon büszkék vagyunk, itt vannak a fiatalok, és nekik is csak azt mondom, hogy ugyanúgy nagy erővel várjuk, hogy ők is dolgozzanak mi nálunk, vagy a társadalomban. Bízom benne, hogy a szlogen, hogy nem elmegyünk, hanem itthon maradunk Magyarországon. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ami büszke vagyok, hogy ebben az évben kétszer volt, 10%-os bérfejlesztés. Tisztelt Zerenkapár, tulajdonos úr, úgy is mondhatnám, hogy kedves barátom, kedves elnök úr, polgármester asszony, képviselőtársam, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés a mai napon, hogy részt vehetek ezen az igen kiemelkedő eseményen. A cég életében bizonyosan kiemelkedő esemény, de számomra is, agráriusként is, hogy egy olyan cégnél lehetek, egy olyan sikeres cégnél lehetek vendég, ahol tulajdonképpen a magyar mezőgazdaság számára, sőt a világon működtetett világszínvonalú mezőgazdasági gépek számára gyártanak nagyon magas technológiai színvonalon alkatrészeket, egységeket, berendezéseket. Az a meggyőződésem, hogy ez a cég egy hihetetlen fejlődési ívet írt le, és minden olyan értéket magában hordoz, ami hiszem, hogy jó lenne, ha minden cégnél tetten érhető lenne. Az számok itt elhangzottak, az, hogy a cég töretlenül fejlődött, mindig a legkorszerűbb technológiai megoldásokat alkalmazta, képes volt a világszínvonalon működő cégek számára beszállítóvá válni úgy, hogy valóban most már komolyabb rész egységek gyártására is tökéletesen alkalmas. Ez jelzi, hogy itt egy hatalmas innováció van, tudás van, és egy nagyon jól szervezett termelés. Az előbb szóba került a duális képzés. Az, hogy itt ezek a fiatalok úgy tanulják meg a szakmát, úgy mélyülnek el a szakmára, hogy valóban az élesben, a termelésben tanulják meg a fogásokat, egyáltalán az ő tevékenységek kapcsolatos összes tudást így szerzik meg. Ez képessé teszi őket bármilyen világszínvonalon működő cégnél, hogy jó szakemberekként dolgozzanak, de ugyanakkor előny a cégnek is, hisz a legjobb tanulókat ők igazán megismerik, és hát reméljük, hogy itt is tartják őket. Az, hogy ma Csornának az egyik legnagyobb foglalkoztatója, közel 200 fővel a cég, hogy közel 80 hallgató tanul, vagy diák tanul most itt ebben az esztendőben, és hát hallottuk az ezres számot, azt gondolom ez mindenképpen példaértékű. Még egyszer őszinte szívvel gratulálunk, és ami a kormányzati oldalról mindenképp egy határozott igent jelent, igen, határozott igent mondunk a további fejlesztésekre is, hisz a támogatás, mint ahogy a példa igazolja, jó helyre került, példaértékű, és hiszem, hogy a többi magyar cég számára is egyfajta példaként hat, hogy igen, érdemes az innovációra odafigyelni, érdemes magas technológiai színvonalon működni, és érdemes a képzésre kiemelt figyelmet fordítani. Én még egyszer őszinte szívvel gratulálok, és azt tudom mondani, hogy a magyar mezőgazdaság számára, és hát rajtunk keresztül a természetesen nemzetközi szinten működő cégek számára is csak minél több, és minél jobb, minél magasabb színvonalú, technológiai színvonalú gépeket forgalmazzanak és gyártsanak. Hölgyeim és uraim, köszönöm a lehetőséget, még egyszer gratulálok a cégnek, a dolgozóknak, de gratulálok Csornaváros vezetésének is, és a hivataloknak is. Jó érzés
ilyen sikeres cégnél egy ilyen ünnepségen megjelenni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hány szót szeretnék elmondani összefoglalóan a Hunter történetével. A cég 1949-ben lett alapítva, azt jelenti, hogy 67 éves. 1999-ben a jelenlegi tulajdonosi kör Zelenkov vezetésével vásárolta meg a céget. Azóta dinamikusan fejlődünk. 400 milliós árbevétel volt 1999-ben, 3,5 milliárd vagy ennél többet várunk az idei esztendőben. El tudom mondani, hogy akkor egy elmaradott klasszikus gépekkel és klasszikus átlagos tudással rendelkező munkásállománnyal rendelkeztünk, de köszönhetően annak, hogy évről évre beruházásokat hajtottunk végre, modernizáltuk a Hamtec ZRT-t. Ennek köszönhetően ma már elmondható, bármilyen vevő jön a Hamtec ZRT-hez látogatóba, Magyarországnak, a Hamtec ZRT-nek és a tulajdonosoknak nem kell szégyenkeznie. Ezt szeretném mondani, hogy 1999-től 2016-ig összesen 12 pályázatot valósítottunk meg, tehát ez a mostani a 12-dik. 13-at már elnyertünk, tehát a következő megvalósításán mai nap dolgozunk. A 14-et pedig a pályázatírónkkal közösen éppen dolgozunk azon, hogy azok október végén vagy november közepén benyújtásra kerülhessenek. Összesen 1,7 milliárd összegben nyertünk el pályázatot, és 400 millió támogatást kaptunk ehhez az államtól és az Európai Uniótól.